Ismét elindítja a Jövő Menedzsere Mentor programot a Menedzserek Országos Szövetsége. A program egyedülálló lehetőséget nyújt a fiatal generáció vezetői számára. Vendégeink Budai Kollárik Tímea, a Menedzser Szövetség ügyvezetője, a Jövő Menedzsere Mentor program mentora, és Seres Nikoletta, a Menedzser Szövetség operatív igazgatója, a Jövő Menedzsere 2.0 mentor program mentorátja. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Tímea, aki nem ismerné még a programotokat, mesélj erről, hogy miért hoztátok létre, miért tartottátok igazán fontosnak, és kik voltak, akik jelentkezhettek, és aztán utána mindenképpen a te karrieredről is beszélünk. 2019-ben indítottuk el a programot, akkor még egy kisebb formátumban, aztán 2020 a Covid időszak segített, átraktuk online programba, és akkor már 40 mentorral és 40 mentivel indítottuk el. Kik lehetek azóta mentik, és kik mentorok? Mentoroknak első körben a tagjainkat, a Menedzser Szövetség tagjait kértük fel. Azóta ez már bővült, sőt elmondhatom azt is, hogy nagyon sok vezető azért jelentkezik most már tagként, hogy részt vegyen a mentor programban. És mentoráltak pedig ugye lehetett, tehát külsősök is jelentkeztek, tehát egyének is, illetve cégek is delegálhattak olyan fiatal tehetséges vezetőt, akit szerettek volna támogatni ezzel a programmal. Egyébként a mentorálási folyamatot, Niki, hogyan képzeljük el, vagy legalábbis mi volt a te történeted? A honlapon ki lehet választani, hogy a 40 az éppen adott turnusban jelentkező vagy részvevő mentorok közül kik a legszimpatikusabbak számunkra. Én megjelöltem 3 számomra szimpatikus vezetőt, egyébként köztük pont mi volt az egyik, és ő volt az én mentorom, és aztán egy szakmai zsűri párosítja össze a mentor-menti párosokat, és egy 6x2 órás alkalom keretében van lehetőség arra, hogy tanuljunk, kérdezzünk, a dilemmáinkat megosszuk azokkal a főleg felső vezetőkkel, középvezetőkkel, akik olyan életutat jártak be mi számunkra, a fiatal vezetőként példát adhat. De például a dilemma megosztása nyitottak voltak? Abszolút, tehát ők azért vannak. Mert nem minden vezető olyan, azért kérdezem. Abszolút, ugye ők mind olyan felső vezetők, akik olyan karrierúttal rendelkeznek, hogy szeretnének átadni a tudásukból, támogatni bennünket, fiatal vezetőket, hogyan tudunk minél inkább a karrierépítésben, egyéb dilemmáinkban haladni. Mi az, amiben a legtöbbet profitáltál? Te konkrét céllal mentél, és pontosan tudtad, hogy mik azok a, mondjuk azt, hogy ilyen gömbölyítésre váró kis vonalaid, amiken még dolgozhatsz. Voltak elképzeléseim, de elkezdtünk beszélgetni, és sokat formálódott Timi hatására, hogy mi az, amiben nekem leginkább kéne fejlődnöm, és visszamentünk azt hiszem az origóhoz, önismerethez, erősségek építéséhez, mert leginkább ott találta Timi fejlesztendőt abba, hogy egy picit helyre tudjam rakni azt, hogy mi az, amiben nekem a leginkább erősségeim vannak, hol tudnék kiteljesedni. Beszélgettünk arról, hogy mennyire a multivilágban kell folytatnom, mennyire lenne akár nekem illő egy vállalkozói lét, lévén ugye, hogy Timinek ebben is volt tapasztalata, és amit a legtöbbet kaptam, az egy személyes kapcsolat Timi által, azóta ugye már együtt is dolgozunk, és olyan kapcsolatrendszer, ami azóta is segíti az utamat. Mi a jövő számotokra? Hát a csillagos ég. Szeretném folytatni, most már évente 2 programunk van, 40-40 mentorral és mentivel, tehát szinte az egész évet átöleli, mert 3 hónapig kommunikálunk, és van a jelentkezési időszak, ugye most van a 7.0, illetve a Masterclass 2.0-nak a kommunikációs időszaka, majd azt követi a programidőszak, és így folytatódik, és akkor itt a Masterclassról még 2 mondat. Felmerült az, ugye korábban mi ezt az egész programot 40 év alatt fiatal vezetőknek terveztük és indítottuk el, de egyre több 40 fölötti vezető is jelentkezett, volt már 52 éves jelentkezőnk is, és úgy döntöttünk, hogy akkor ketté választjuk, és most is 30 mentor szerepel a Jövő Menedzsere Mentor programban, és a 40 év fölöttieknek indítottuk el a Masterclass Mentor programot, itt csak első számú vezetők a mentorok, és itt 10 mentor várja a jelentkezők. Azt jól látom egyébként, hogy ugye Niki szerepe speciális, mert fontos pozícióban ül melletted már most, de hogy nem engeditek el a kezüket azoknak, akik egyszer kapcsolatba kerültetek. Tehát ez egy nagyon egyedi kapcsolat, de nem páratlan, tehát hogy több mentortól és mentitől kapjuk a visszajelzésként, hogy hasonlóan szoros kapcsolat alakult ki, és tartják a mai napig a kapcsolatot még 2 évvel ezelőtti programból, illetve ami még nagyon fontos, és ebben Niki már sokat segített, még mielőtt hivatalosan is velem kezdett dolgozni, hogy elindítottuk az alumni programunkat,
illetve a Tanítsunk Magyarországért programot is támogatjuk több fronton. Az a számomra egyik legizgalmasabb pontja, hogy a mentoráltjaink, a mentorai jelenleg a Tanítsunk Magyarországért program mentor nagyköveteinek, akik egyetemisták. Tehát, hogy ez a tudás átadás és egy ilyen kis körforgás. Operatív igazgatóként és ex-mentiként mi a legfontosabb üzeneted röviden azoknak, akik most szeretnének jelentkezni, és mit tanácsolnál mondjuk a mentoroknak? A mentiknek azt, aki gondolkozik bármi olyan, hogyan szeretné magát fejleszteni, ragadja meg a lehetőséget, mert a Menedzser Szövetség programja egyedülálló, és egy olyan lehetőséget kínál, amiben mindenféleképpen sokat lehet fejlődni. A mentorok pedig csak azt a visszajelzést adják, hogy rengeteget tanulnak a folyamatból ők is, ez egy kölcsönös szépen. Kapcsolat, és közösséget építünk, érdemes hozzánk tartozni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Köszönjük.